Mennyiben válhat a hajléktalanok otthonává az úgynevezett hajléktalan otthon? Erről is lesz szó a mai 35 percben. Köszöntöm Önöket! Új kerékpárutak képülnek. A 20 éve működő zöld kerék alapítvány tagjai rendszeresen tesztelik az utakat. Téli hajléktalan ellátás. Az enyhe időben is szükség van a szolgáltatásokra. Nyíregyházi kosár. Helyi termékeket népszerűsít a civil kezdeményezés. Tovább bővül a kerékpáros úthálózat Magyarországon, a megyében Tiszatelek és Dombrád között épül új szakasz, ami egyébként a Tiszabecs-Tokaj kerékpárút része. Újabb kerékpárutak építéséről döntött a kormány. A külterületi, mintegy 1100 kilométernyi magyarországi kerékpárút hálózat üzemeltetési pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja 2018-tól. A közútkezelő a karbantartási feladatokra a 2017-es költségvetésből 2 milliárd forint többletforrás forrás kapott, ebből 531 millió forint a géppark bővítéséhez használható fel. A 2018-as büdzséből pedig további 1 milliárd forint jut a kerékpárútak üzemeltetésére. A magyar kerékpárutak fejlesztése úgy történt, hogy a polgármesterek pályáztak, és akkor különböző szakaszokat megépítettek. Ha szerencsések voltak, akkor a szomszéd polgármester is abba az irányba pályázott, és akkor összeért a két kerékpárút, de ez viszonylag ritkán történt meg. Úgyhogy nagyon sok kerékpárút épült, de ezek nem alkottak egységes hálózatot. És nagyon sok önkormányzatnál voltak különböző kerékpárút tervek és arra jutottunk, hogy ha ebből néhányat meg tudnánk építeni, akkor egész hosszú hálózatok tudnának kialakulni. A kormányzat tavaly év végén döntött arról, hogy 3,6 milliárd forinttal támogatja az olyan kerékpárutak megépítését, amelyek építési engedéllyel rendelkeznek, így kivitelezésük azonnal indítható. Ezen szakaszok kiegészítik, rendszerbe foglalják a már meglévő létesítményeket, illeszkednek a meglévő hálózatokhoz. A forgalom növekedés mellett a cél a kerékpáros turisták és a vendégészakák számának növelése. Is. Mivel eddig jellemzően nyugat-magyarországi kerékpáros fejlesztések kaptak támogatást, jelen döntéssel az ország északi és keleti része, valamint Pest megye is részesül a támogatásból. szabolcs már megyében a Tiszatelek Dombrát szakaszon épül kerékpárút, 10,5 kilométer hosszan, a tokai tiszabecs útvonal részeként a fejlesztés ezen ütemében a töltés korona és a töltés keresztező rámpák stabilizása történik meg, ezáltal a Tiszagátja kerékpározhatóvá válik. Illetékes felhasználót köszönhetek a stúdióban, Kazai Béla elnököt a Zöldkerék Alapítvány részéről. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. És egyébként itt időközben kiderült, hogy Tisza teleki lakosként is tudunk beszélgetni erről a fejlesztésről és kezdeményezésről, de úgy gondolom, mint a Zöldkerék Alapítvány elnöke, mondhatjuk, hogy a, az egyesület vagy az alapítvány tagjaival az elmúlt évtizedekben folyamatosan tesztelték az újannan épülő kerékpárútakat is. Van-e elég kerékpárút itt a térségben, és szándékosan nem csak a megyére kérdezek rá? Szerintem kerékpárútból nincs elég, <laughs> mert tehát, kerékpárosan, kerékpárosként azért biztonságosabb kerékpárúton közlekedni, de ez egy nagyon jó hír. Igaz, hogy a töltésen, ahogy hallottam, a Dombrád-Tiszatelek töltésen lesz a kerékpárút, ez egy kicsit színesíti a dolgot, mert tulajdonképpen a töltésen megy, az ember nem látja a, a faluban lévő látnivalókat, viszont benne van a természetben. A kanyargó tisza mellett egy gáton bringázni, ez egy csodálatos dolog, úgyhogy én biztos, hogy fogok rajta bringázni, meg én amúgy is ott lakom, tehát nekem a szívem csücske a telek, mint a folyóparti gyöngyszem. Ez az időszak az alapítvány életében ezért egy komoly évforduló, egy kerek évforduló, hiszen 20 éve már, hogy azokat a feladatokat ellátja, amikre vállalkozott. Mik ezek a feladatok? Tehát az, alapítvány, az alapítványt 1997-ben Garai nagy éve hozta létre apósa Garai Zoltán kerékpárversenyző emlékére, és tulajdonképpen azóta gurul is ez a zöld kerék, Hát fő tevékenységünk a sport és természetjárás, természetjárás népszerűsítése, test és szellemi fogyatékkal élők segítése, környezet és természetvédelem, valamint a biztonságos közlekedés érdekében programok, oktatások szervezése és Tehát ez egy, egy tulajdonképpen egy mozgással kapcsolatos tevékenység, amit azóta végzünk, és nagyon örülünk neki, hogy nagyon sok fejlődés van, úgy a kerékpárutakban, vagy az infrastruktúrában is. Tehát azért ez most én látom az elmúlt tizen évben az én nyíregyháza nagyon sokat fejlődött, valamint a megyében is nagyon sok kerékpárút épül. Jó lenne, hogy ezeket össze tudnánk kötni, vagy valahogy valami rendszerbe foglalni, mert mikor mondtad először, hogy Dombrá, Tiszatelek, Kerékpárút, hú, mondom, már csak akkor Tiszatelek, Nagyhalász maradnak ki, közben pedig, tehát Nagyhalászban a, a városban megy a Kerékpárút, itt pedig a töltésen, tehát ott még nagy, nagy távolság van közte, pedig, pedig az is jó lenne, de ennek is örülünk, ami elkészül, reméljük hamarosan. Úgy gondolom, hogy azt azért bátran kijelenthetjük, hogy az utóbbi években egyre népszerűbbé válik a kerékpározás. Tehát komplet családok indulnak el, hogy szabadidős tevékenységként ellátogassanak közeli településre, vagy egy szép természeti környezetet fedezzenek fel ezáltal. Az alapítványról mit tudunk elmondani taglétszám növekedésben, vagy mennyire nő a megkeresések száma? Egyáltalán mennyire lehet hirdetni mindazt, amit az alapítvány ugye akár jelképként képvisel. Így van. Én úgy érzem azért, hogy jó irányba haladunk, hát évente azért 2000-2500 megmozgatunk, és olyan hát 20-30 ezer kilométert brinkázunk, tehát az össze létszámban, ezért ez elég sok. Tehát ha hogy megszorozzuk, akkor tulajdonképpen fél a kilométert gurultunk a 20, a 20 év alatt. Tehát ez, 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 már egy elég nagy szám. Örülünk neki, hogy tényleg fejlődik a kerékpáros közlekedés a városban, itt házán, valamint a megyében is azért látjuk a dolgokat. Vannak azért apró problémák, például itt felvetődött a múlt évi autómentes nap kapcsán, hogy a Kossuth tér, mint sétáló utca és kerékpáros közlekedése kijelölt hely. Itt, itt nagyon sok teendőnk lenne az, hogy abban, hogy segítsük, hogy a kerékpáros és a gyalogos elférjen egymás mellett, mert elég sokan nagy sebességgel haladnak a sétáló utcában, és ez veszélyeztető a gyerekeket. Ezen gondolkozunk, hogy valami piktogramokkal, vagy valami oktatással ezt próbálnánk egy kicsit biztonságosabbá tenni, hogy a kerékpáros tudja nyugodtan gurulni, viszont figyeljen a gyalogosokra. Ez egy fontos dolog lenne. Úgy gondolom, hogy az elérhető kerékpárutak, amelyeket használhatunk nap mint nap, ezért egy kicsit összefonódnak céljaikban helytörténet, kultúra, történelem. Tehát meg lehet közelíteni várokat meg lehet közelíteni olyan történelmi helyeket, ami korábban mondjuk nem volt megoldható kimondottan a kerékpárosok számára. Tehát mindenféleképpen egy, egy tanulási folyamat is lehet az eredménye annak, hogyha útra kelünk kerékpáron. Én úgy tudom, hogy az alapítvány is kimondottan szervez ilyen célzatú utakat. Természetesen nagyon örültünk, hogy a múlt évben átadták a nyíregyházat, Tokaj Régi vágyunk volt az, hogy tehát mi síkvidéki emberek, ha már egy kicsit domborodik, az már nekünk nagyon jó, és azért Tokaj már egy kis, kis hát egy de tulajdonképpen egy, egy nagyobb dombocska, is, ez már nekünk nagyon jó, tehát egy kicsit ki tud az ember kapcsolódni rögtön, a Tokaj a borvárosa, műemlékek, természeti adottságok, a Tisza és Bodrog összefolyását, ezek olyan csodálatos dolgok, amiket érdemes megnézni, és egy napi kerékpározásra van Nyíregyházától, tehát ezt mindenkinek tudom ajánlani. Mi is szervezünk túrákat, most még a, a téli és tavaszi időszakban gyalogtúrákat, aztán áprilistól pedig beindítjuk a bringázást. Itt február elején indulunk a várat megnézni, megostromoljuk Regécvárát, még gyalogosan, aztán későbbiekben már kerékpáros túrákat szervezünk, valamint vannak nemzetközi túráink is, ezt szeretném már megeml megemlíteni, hogy már most reményeink szerint harmadik évben fogjuk megszervezni, mivel mi az ország, északkeleti csücskében csüskében vagyunk, tehát három országgal is vagyunk határosak, tehát Szlovákia, vagyis a felvidék, Kárpátalja, Ukrajna, valamint Párcium, Románia, ha mondhatom ezt így, mert a, a romániai, vagy a párciumi barátom mindig azt mondta, hogy hát ezt nagyon csónyán mondott Románia, tehát ő, ő erre nagyon kényes, és még akkor már, ha itt járunk a párciumnál, akkor Berkeszi Zsolti barátom, aki már több mint tíz éve pingázunk együtt, ő neki volt egy nagyon jó mondása tulajdonképpen, hogy ha átlépi a, tehát ha ő a párciumból, Szatmár eljön ide hozzánk bringázni, hogy ha átlépem a hatát, akkor otthonról hazamegyek. Ez annyira megütötte a szívem, mert ezt, igazából csak ezt ők érzik tulajdonképpen. Többet kerül -e elő a bicikli ebben a tavaszias télben, vagy ha nem lenne ilyen jó idő, akkor is. Ugye látjuk a programszervezésből, hogy téli túrák is vannak, tehát ugyanúgy előtérben van. Most ez nagyon kiváltságos helyzet, mert tényleg nagyon jó idő van. Én bringával gurulok itt a városban, mert sokkal gyorsabb. Annyi, hogy még hosszabb távra nem nagyon indulok, de hogyha már azért február vége felé járnánk, és ilyen idő van, akkor már elő kell venni, és utána már akkor hajtás egészen decemberig. És akkor köszönjünk el úgy a beszélgetés végén, ahogyan az alapítványban szokás. Két kerék. A két legyen. kerék legyen veletek. És boldog születésnapot kívánunk, további jó működést. Hát köszönjük szépen. Köszönjük.